Ma itt annak a harcnak, amit ezen a helyen az életért vívnak, az egyik legdrámaibb hadszínterén állunk, a tét óriási. Sikerül-e a legkisebbeknek megvetniük a lábukat az élet partjain? Ez a sor új eszköz, amiről főorvos úr olyan imponáló módon beszámolt, és az ezeket összehangoló informatikai rendszer együtt hozza meg ezt az eredményt. Szolgálatban áll mindez, hogy a hozzájöttő orvosok, nővérek kezében alkalmas eszköz legyen. Ismerve az önök elkötelezett munkáját, túlzás nélkül mondhatom, hogy ez egy igen felemelő és nagyszerű pillanat. 2012-ben az egészségügyi kormányzat azt szabta az osztály feladatául, hogy az észak-közép-magyarországi nagytérség 1.400.000 lakosára jutó születési és születés körüli betegségek legsúlyosabb eseteit lássa el. 230-270 betegfelvétel van, és ebből mintegy évi 80 az 1500 gramm alatti súlya született baba. Az ő koraszülötti túlélési mutatóik, minőségi túlélési mutatóik az országos adatban lényegesen helyenként nagyságrendekkel jobbak ebben az intézményben. Ez tehát itten a profi liga, hogy egy másik hasonlatot mondjak, és ehhez mérten profi a csapat is, és profi a teljesítmény is, amihez szívből gratulálok. Szüksége van Magyarországnak egy olyan egészségügyi csúcsintézményre, amely minden ellátási területen a legmagasabb szintet tudja. Amennyiben így folytatódik a fejlesztés és a munka szervezése a Honvéd Kórházban, akkor ezt a szintet el tudja érni az elkövetkező időszakban. Ma Magyarországon szinte minden vidéki városban nagyon komoly kórház felújítások, beruházások zajlanak, amelyek összege most már eléri lassan a 340 milliárd forintot, ami egy nagyon örvendetes tény, hiszen ilyen lehetősége nem volt az egészségügynek az elmúlt évtizedekben. Néhány nappal ezelőtt a János Kórházban egy hasonló átadáson vehettem részt, amelyből az látszik, hogy nem csak Budapesten, hiszen a vidéki nagy kórházberuházások részeként is a PIC központok megújulnak. Egy átfogó és a országban régen várt rendszerszerű korszerűsítése folyik egy nagyon lényeges szakmának.